Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ki avatkozik be az ő dolgaiba? Ki befolyásolja őt? Az is lehet, hogy van valaki a környezetében, aki így diktál számára mindent, így írja neki itt, hogy mit kellene tennie, tehát beleavatkozik a dolgokba, miről van szó, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt látható ez a kulcs ugyanúgy, mint itt ezen a képen is. Az egyik az ő kulcsa, a másik a te kulcsod. Ezzel a kulccsal le lehet zárni valamit, de lehet egy ajtót kinyitni ezzel a kulccsal. Az utal a lehetőségekre, a változásokra. A te kulcsod itt van, és te ezzel kinyitod ezt az ajtót, és itt látható, hogy akkor minden kivirágzik, tehát lesz egy jó változás. Ami őt illet, itt be kellene először is zárni egy ajtót, hiszen az ő környezetében megjelenik ez a ravasz róka, és az azt jelenti, hogy valaki figyelgeti őt, vagy befolyásolja őt, megírja azt így szimbolikusan, hogy mit kellene tennie, és az a baj, hogy ő hallgat erre a személyre, holott látható itt a hamisság, tehát ez a személy, ez lehet egy nő, lehet egy férfi, és rossz indulattal van vele szemben. És mivel itt látható a hazugság, a hamisság, vagy ez a személy megpróbálja őt becsapni, vagy megpróbálja őt egy rossz útra téríteni, ez rabolja az ő erejét, hiszen a medve jelenteni az erőt, de mivel itt megjelenik a koporsó, ami lezár valamit, itt az erejét rabolja ez a hamis személy. Az is lehet, hogy itt bírósági dolgokról van szó, mint például örökösödési ügyekről, és akkor itt ez a papírtekercs jelenti a szerződéseket, a dokumentumokat, és mivel ő nyitott itt ezekre a beszélgetésekre, és nem veszi észre azt, hogy valaki megpróbálja itt becsapni őt. Mire rájön, az eltelik egy ideig, de be fogja zárni itt az ajtót ennél a személynél, tehát lezárja ezt a kapcsolatot, a koporsó is jelentheti azt, hogy valami itt le lesz zárva. Ő közeledni fog hozzád, és itt a liliumnál látható, hogy itt tisztázódik valami, sőt, a nap is arra utal, hogy kiderül az igazság, tisztán látjátok a dolgokat, és itt a fa jelenti azt, hogy itt meg lesz ez a gyógyító erő, rendeződnek a dolgok. A fa azt is jelentheti, hogy megtaláljátok a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. És az új környezetben itt minden nagyon tiszta, és a nap jelenti a sikereket, a vonzó erőt, a kisugárzást, és pontosan ezt az ajtót nyitott ki, tehát itt javulni fog a helyzet. Ez a két kártya itt, időkártya, jelenti augusztus hónapot, a fa pedig jelenti szeptember hónapot, tehát úgy augusztus végéig, szeptember elejéig, tisztázódnak a dolgok, és ő le fogja zárni ezeket a hamis kapcsolatokat, vagy egy bizonyos témát, ami megpróbálta őt befolyásolni, de nehezített valamit a helyzetén, hiszen itt elveszítette az élet erejét, és fáradt volt a múltban, kimerült, mert valaki kihasználta őt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!